Na, sziasztok mindenki! Most egy új játékkal próbálkozom. Méghozzá leveszem a zenét, mert különben így. Szóval másképp nem hallok semmit. Szerintem ti sem. Szóval egy új játékot próbálok, a Helicopter Simulator Search and Rescue. Még nem próbáltam ki. Úgyhogy igazából halovány fogalmam sincs, hogy lesz, mint lesz. Mondjuk ez jó pofa, hogy ilyen irodaként van berendezve. Na, lássuk. Válasszunk egy missziót. Hát, jó, lezuhant egy repülőgép. Meg kell találjuk a túlélőket. Hát, szegények, ha rám vannak kényszerítve, vagy rám vannak utalva, az, hát ha rám vannak utalva, akkor inkább gyalog kéne elinduljanak. Szóval, azt mondja, hogy ott a helipad, gondolom ott a St. John's Mountainba zuhantak le, és an aircraft has crashed. Find and transport the survivors. Fly close, so that the rescuer can pick up the survivors. Oké. Szóval azt mondja, hogy közel repüljek, hogy túlélőket megtaláljam. Na jó. Enter. Na, igen. Oké. Aha, biztos. Oké. Meg kéne kapcsoljam a motort. Na, várjatok egy pillanat. Beállítások. Kicsit hangosan beszélnek, és minimálisan akarom. És nem ártana megnézni, hogy milyen gombokat kéne használni. Milyen gombokat kéne vajon használni? Oké, hogy keyboard, control, hoppá, nem ez. Itt a controls. Na szóval. Hovering AD. Az jó. Engine, az R betűvel kell bekapcsolni a motort, precíziós az space. Na jó, én általában úgy szoktam csinálni, hogy csinálok a mobilommal gyorsan egy képet a kontrollokról, és utána ezt fogom majd nézni. Hát már gondolhatjátok, hogy a repülőgép baleset túlélői mennyire boldog, vannak gombok, szóval, hogy mennyire örülnek annak, hogy én megyek megmenteni őket, mikor majd telefonról fogok puskázni, hogy melyik gombot hol kell használni. Jó, szóval erre kell, annyitok, hogy erre kell bekapcsolni a motort, és igazából aztán meg a nyilakkal, aztán meg a H-val tudok megállni egy helybe, na a többit majd menet közben kitaláljuk. Na akkor megint ezt újra kezdjük. Így már azért egy hatalmas előnyben vagyunk, hogy tudjuk, hogy milyen gombokat kell nyomni. Azért az nagy segítség, hogyha meg akarjuk menteni az embereket. An aircraft has crashed. Find and transport the survivors. Fly close, so that the rescuer can pick up the survivors. Oké, Tom. Aha. Vajon melyikkel kell emelkedni? Na, nézzük csak meg a térképet, vagyis a képet.
mivel kell emelkedni. Dupla V meg S. Dupla V. Aha. Na, emelkedünk. Jó. Hopp. Már nem kell emelkedni. Jaj. Nem. Miért megyünk lefele? Nem megyünk lefele. Na. Hú. Ez egy pár centi múlt. De most... Oké, de most ha én merre kell menni? Aztán arrafele. Meg kéne... Aztán itt egy domb van, szóval itt feljebb kéne menjek. De... Aha. Jaj. Au. Egészen jó. Szerintem az, hogy felszálltunk, az már szerintem egy remek teljesítmény. Na, gurulunk még rendesen? Hát, ha nem is haltam bele, de szerintem itt a... Jó, messzire gurulunk. De legalább kigurultunk a tűzből. Ja. Van egy érzésem, hogy nem én leszek a hónap dolgozója. Na jó. Akkor próbáljuk meg még egyszer. Meg kéne néznem, hogy tudok fordulni is. An aircraft has crashed. Find and transport the survivors. Fly close, so that the rescuer can pick up the survivors. Azt mondom, a pedálokkal AD, azzal tudnék én, én menni, hogy forduljak és ne csak oldalra repüljek. Oké, motor, előbb oda kell menni. Oda megyünk, jó, enter, motor bekapcsol. Na. Na, lássuk. Aha, így kell. Hoppa, erre. Hoppá, túlmentem. Jól, óvatosan kell. Na, hát ez szép lesz. Jó, akkor megyünk előre. Mivel megyünk előre? Ezzel megyünk előre? Nem ezzel megyünk előre. Mivel megyünk előre? Tök jó, mikor így menet közben a pilóta nézi, hogy mit kell használni. Földön. Hát közeledünk minden esetre, szóval nincs gond. Itt már mehetünk aztán egy picit lefele is. Ott azt hiszem ott van az a kis lángoló cucc. Itt ott lehet a baleset. Kéne leszálljak, azt hiszem, vagy nem tudom. Menjünk lejjebb. Hát, van egy olyan érzésem, hogy nem lesz belőlem helikopterpilótam. Aha, itt vannak, hopp. Vissza,
hogy fordulok meg? Ajaj. Nem így kéne leszállni. Jó, szállítsuk le a motort. Leszálltunk. Csak leszálltunk. De azt hiszem, egy kicsit messze vagyunk tőlük. Oké, motort megint bekapcsoljuk. És megpróbálunk a közelükbe kerülni valahogy. Jó, csak egy picit emelkedünk. Éppen csak, hogy a levegőbe kerüljünk. Hopp, ennyire nem, mit csinálok? De jó ég. Na. Off. Ez nem nekem való. Backspace. Van egy olyan érzésem, hogy ez a helikopter vezetés nem nekem való. Na, még egy utolsó esély. Jó. Felszállunk. Jó, hopp. Arrafele. Úgy. Jó, bedőlünk, mint a filmekbe. És nekiindulunk, de a vietnámos filmekbe, csak a vietnámos filmekbe nem mentek neki a domboknak. Lassan rájövök, hogy kell vezetni, de precíziós repülés az nem nagyon fog menni. Valahol arrafele vannak, aha, ott. Látom már a rakétát, akkor menjünk csak lejjebb. Hű, nem gondoltam volna, hogy ennyire komplikált egy helikoptert vezetni. Egyelőre jó irányba megyünk. Egész lent is vagyunk. Jó. Na, úgy vagytok. Bogyókáim. Na, hopp. Szálljunk le ide a közelükbe. Yeah! Egy kicsit túl erősen szálltam le. Ja, hogy... Aha, szóval, hogy a kötelet kellene leereszem nekik. Még egy utolsó próba. Ha ez sem sikerül, akkor nem leszek helikopterpilóta. Szóval... Elindulunk. Jó. Akkor felfele, jó. Fordulunk közben. Jó. És akkor elvileg így kéne, hogy gyorsabban menjünk. Jó, itt csak van egy domb, amit meg kell kerülni. Jó, csak ne repüljünk túl magasan, mert aztán egy csomó időt veszítek, amíg leérkezem. De lassan megyek. De legalább haladok. Jó. Csak az a zavaró, hogyha oldalra akarok menni, megnyomom mondjuk a D-t, hogy menjek jobbra, de amíg meg nem nyomom az A betűt, addig az folyamatosan fordul. Úgyhogy így nem túl praktikus.
közeledünk. Most. Kicsit gyorsabban kéne menjünk. Felgyorsulunk egy kicsit. Most csak nem menjünk magasabbra. Hát, keményen kell zsonglőrködni itt a gombokkal, hogy az ember levegőbe maradjon. Szerintem egy kicsit túl alacsonyan repülünk. Picit azért magasabban kéne. És majd azt hiszem a H betűt kéne megnyomni, akkor ott vagyunk, és akkor megállunk egy helyben. El ne találjanak egy olyan rakétával. Feljebb. Nagyon nehéz amúgy irányítani. És megint leálltam. Csak félek, hogyha gyorsítok egyet, akkor megint össze-vissza fogok repkedni. Úgyhogy... Hát egy picit gyorsuljunk bele. Így. Aha, ott vagyunk. Na, itt vagyunk, akkor a H betűt. Nem megy a H betű. Lassítsunk. Na, túl lent, fent vagyok. Na, itt azt hiszem a G, vagy az E betűvel. E betűvel lehet, azt hiszem. Azt mondja, túl magasan vagyok. Még mindig. Akkor menjünk lejjebb. Hú. Na. Ebbe. G-vel kell. Na csak be kéne álljak egy pontos magasságra, állandó magasságra. Jaj, nem, motort nem állítjuk le. Picit feljebb. Na, milyen gombbal kell a rópot? A G-vel kell, hát nyomom a G-t. De miért nem akarja? G-vel. Mit csináljak? Itt vagyok, de hát... Hiába nyomom a G betűt. Nem történik semmi. Mit kéne még nyomjak olyan? Na, tanácstalan vagyok. Nézzük meg megint a gombokat. Hoppá, közben megyünk lefele. Szóval, action, E, rope, G. Hát, én nyomom, hogy legyenek is action, de semmi. Mit nem, valami, szerintem valami gombot én nem nyomok. Aha, lehet ez kéne. Hát... Állok egy helybe, de csinálni nem csinálok semmit. Hát nem látok más gombot. Elvileg az F3-mal igen, tudom forgatni a kamerát, aha. Hát de ott vannak az emberek. De hát
Hoppá. De mit tudjak én csinálni velük? Szálljak le. Hát én leszállok. F2. Na, szálljunk le finoman. Szálljunk le szépen lassan. Így. Na, lefele. Jajjajjajjajj. Így, hoppá. Na, na, na. Eléggé macerás a felleszállás ezzel a géppel. Na, egy picit előre. Hoppá. Jó. Állítsuk le a motort. Jajjajjajjajj. Na, jó van. Azt most fordulunk meg. Így. Jó. Hát a közelükben valahol kéne leszálljak. Na, itt valahol. Jaj, csak túl gyorsan megyek lefele. Idegtépő. Gondolom nézni is. Na, még egyszer megpróbálom. Itt valahol leszállunk. De jó volt, csak az a baj, hogy ha egy picit megnyomom a izét, na, úgy. Úgy. Na, leszálltunk. Hú. Hol vannak ezek? Valahol itt kéne legyenek. Ahol itt vannak a környéken, csak nem látom őket. Melyikkel meg itt távolabb? Na hát gyertek ide a helikopterhez. Gyertek ide a helikopterhez, hát itt vagyunk egy pár száz méterre. Mindegy. Hagyjuk. Azt hiszem ez nem nekem való játék. Lássuk, hogy milyen... Nem is tudok más... Azt hiszem más missziót választani, mert csak ennyi van. Ja, még esetleg, ha... nem, tutoriálod nem kell. Enter menü, igen. Itt a mapnél, hát ha van valami... Nincs valami más map? Nincs. Hát, szóval ennyi volt a helikopter szimulátor. Talán még majd, ha elfelejtem, hogy mennyire bénáztam, akkor még talán még egyszer újra próbálom, de ahogy látom, nem nekem való ez a dolog. Remélem, ti azért élveztétek egy kicsit. Na, sziasztok!